Engem keressetek és éltek, így szól a seregeknek, ura. Hallgassuk meg a Furuja zenekar nyitó szolgálatát. Dicsőség Istennek, köszönjük szépen! Csendesedjünk el, és a Zsoltárossal együtt könyörögjünk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elé háladással, újjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg. Essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, a kezében levő nyáj vagyunk. És most közös énekléssel dicsőítsük Istent, itt van Isten köztünk, ezt mindenki ismeri, citara vezetéssel vagy kísérettel próbáljuk énekelni tehát a 165. ének első verszakát. Nem csak a gépkocsi vezetők, vagy éppen az iskola igazgató vezette a járművet, amivel ide érkeztetek, hanem mindnyájan Isten vezetése alatt állva a mai napi új szövetségi ígéből kaphatjuk meg a mai napra való útokra való. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelét kezdtük már olvasni. Ennek az első fejezetéből néhány mondattal akar Isten nekünk egyfajta napi programot kínálni. Pál apostol Isten akaratából Krisztus Jézus követe, és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek, imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszéde által az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól onnantól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Gyülekezetek által fenntartott iskolák gyülekezeteként vagyunk együtt. Gyülekezet, az eklézsia, Jézus Krisztus által egybehívottak, kiválasztottak, kihívottak együttese. Mi most úgy vagyunk itt egy sportpálya szélén együtt, hogy foci kupára készültök,
talán versenyezni, győzni, de nem minden áron letiporni a másikat, hiszen a mennyei atya gyermekei egymást a testvérei. Testvéries küzdelem, harc lehetséges. Veszíteni is tudni kell, nem szégyen tanulni, de mindenképpen fontos a közösség tudat. Az, hogy mi összetartozunk, idősek és fiatalok, Pál és Timóteus, és a messzebb élők, a közelvalók. Itt most bizonyára egy 150-200 kilométeres körzetre tehető az a távolság, vagy talán többre. Ahonnan össze jöttünk és együtt vagyunk, és mindnyájunk számára érvényes az a három szó, amit Pál apostol mond. Imádság, hálaadás, szeretet és gyümölcs. Hálaadás. Nagyon lényeges az, hogy tudjunk egymásért hálát adni. Azért, hogy vannak egyháziskolák, azért, hogy vagyunk Isten elhívott szolgáiként, nagyok és kicsik, hogy valóban az evangélium alapjára építsük az életünket. És ez azt jelenti, hogy a foci meccsen is meg kell látszani annak, hogy nem a mindenáron való győzelem, és nem mindenáron a másik legyőzése, hanem a szeretetben való egészséges versengés az, ami lehetséges. Mert az evangéliumból élő, a Krisztust követő gyülekezetben gyermekek, focisták között is, bármilyen játéknemben is, ez lehetséges. Legyőzem önmagam, és utána örülhetek a győzelmemnek. Összetartó erő tehát az evangélium. Az imádság pedig egy nagyon fontos lélegzetvételi lehetőség. Azért imádkozunk most is itt, az áhítat elején, közben, azért könyörgünk, hogy legyen Isten áldása. És nem csak ilyeneket kérünk, hogy jó idő, meg győzelem, meg ne essen most az eső, hanem sokkal inkább azt, hogy növekedjünk a közösségben. Valóban tudjunk örülni, hogy van miért és van kiért hálát adni. És akkor megélhető a szeretet közösség, amiből gyümölcs fakad. A gyümölcs az mindig növekedésből lesz. Először nőni kell a leteménynek, vagy éppen a fának, hogy aztán virágozzon és gyümölcsözzön. Közhely már, és lehet, hogy a könyökötökön jön ki, hogy az egyháziskolák, az egyház veteményes kertjei. Márpedig a veteményes kertben is tudjuk, itt tavasszal különösen vannak gyomok, gazok, kapálni is kell, gyomlálni is kell, de milyen szép, ha gyönyörű a virág, milyen jó, ha már van ilyenkor egy kis ehető zöldhagyma, vagy az ami. Tehát vannak termékek, vannak gyümölcsök, vannak eredmények. Ha egy ilyen gyümölcsöző napot ad Isten ma nekünk, akkor hálát adhatunk érte, és vihetünk haza egy olyan fajta közösség élményt, ami azt jelenti, hogy nem csak a templomban, nem csak egy-egy nagy ünnepi egyházi eseményen tartozunk össze, hanem a sportpályán is, a küzdelemben is, mert a mennyei, atya gyermekei egymásnak testvérei. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, és nagyon-nagyon örömmel jöttem, illetve jöttünk a Lónyaiból megint erre a kupára. Már is nagy köszönetet mondok ezért a szeretetteljes fogadtatásért, mi nekünk abban a kiváltságban volt részünk, hogy mivel egyszerűen jöttünk, itt is aludhattunk, és ennek megfelelően nagyon nagy szeretetteljes fogadtatásba részesültünk, de ezt gondolom már mindjárt meg fogjátok tapasztalni az itteni mérkőzések alatt, az egész torna alatt, meg a záráskor is. Erre garancia a Juhász lelkészházaspár, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök, az iskola vezetőit, összes tanárát, tanítóját, diákját, akik mindig nagyon szolgálatkészek, segítőkészek. Egy igét szeretnék elmondani a
nem olyan régen, hogy egy hónapja körülbelül Balmaz Újvárosban volt egy ilyen szakmai konferencia, és ott elmondtam a Református Iskolák Diásport Szövetségéről, hogy minden tornánkon el szokott hangozni két igen. Az egyik a Pál apostol első korintos beliekhez írott leveléből a 9. rész 24. versében. Nem tudom teljesen pontosan szó szerint idézni, de a lényeg az, hogy akik versenypályán futnak, mind azért futnak, hogy elnyerjék a koszorút. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A másik, az első, a második Timoteushoz írott levélben van, a második rész 5. versében, hogy nem koronáztatik meg, aki nem szabályszerűen küzd. Hát ezt ajánlom mindnyájatoknak, ezt kérem mindenkitől, hogy szabályszerűen küzdjetek. Mindenkinek sportszerű mérkőzéseket kívánok, és élvezzétek a játékot, barátkozzatok egymással. Áldás békesség! Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli, mert minden gondosságát erősítünk. Most is a mai napon, mint gondoltam, hogy a gyermekeit bőjéből a kegyelmében megállottam. Hívjuk segítségünk újra együtt a Istenünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni, én a szükségekben Krisztus Jézusért, nyilvánvéd és meghallgatom neked. Amen. És következzen a vállalát eredményhirdetés.
teljesítetlen a Máté szalmai házigányzat. Köszönjük a kutyazenekar és vezetőnek a kutyazenekar.
köszönjük számára, hogy jöjjünk meg. Szeretném megköszönni Juhász Sándor lelki pásztornak a imádkozó hátteret. Elbocsátó ígét fogadjunk el Urunktól üzenetként. Kolossé levélben írt Páli levélből, ezt tegyük most el magunkkal. Én Istennek szent és szeretett választottaim, öltsetek magatokra könyörületes a szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodik az életekben, hiszen erre vagyunk elhívva az egy testben. És imádkozzunk együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jelenlévőkön keresztül köszöntjük személyes szeretettel és tisztelettel, ismerős és ismeretlen gyülekezetek vezetőit, lelkipásztorait, iskolákat és különösen a barátainkat. Fogadjuk Isten áldását, fennállat! Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség, az erő, a nagyság és a hatalom most és mindörökké. És most már helyet foglalva és felszabadultam, hallgassuk az örvendező, furulja zenekar, önmagában.